megkérném Kónya Gusztávnét, az SZTDSZ elnökét, hogy nyissa meg a konferenciát. Kedves kollégák, résztvevők, szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy megtiszteltetésnek vesszük, hogy a tavalyi konferencia után a jelentkezők száma talán megtriplázódhatott volna, ha még nagyobb a termő. A szociális munkanapja alkalmából ismételten a társszervekkel együtt úgy gondoltuk, hogy érdemes folytatni, lehetőséget adni a szakembereknek, a gyakorlati munkát végző emberek találkozására, a tapasztalatokat kicserélni, a legprominensebb szakemberek a szekciókban elvárásokat fogalmazhattak meg. Az összegzésében, sőt, mi szeretnénk szakszervezetként felhasználni, a szakszervezeti jogokkal élve, bár, mint ismeretes, az utóbbi időben ezek eléggé csorbultak, de ennek érdekében szeretnénk rendszeressé tenni az gyakorlati emberek találkozását, segítség nyújtását. Hiszen a szociális munka leglényegesebb, legértékesebb része a szakmai munka, az önfeláldozás, és hát sajnálatos módon tapasztaljuk, hogy ennek nem csak az anyagi megbecsülése, hanem a munka és életkörülmények tekintetében rengeteg a tennivaló. Nem csak a szakszervezetek részéről sikerült összefogni a szakmának, a szociális ágazati szakmának. Mi elvárjuk, hogy mindannyian támogassatok, mind elektronikusan, valóságban, személyes jelenlétetekkel a küzdelmeinkben, mert mi azt szeretnénk, hogy megelégedett, kiegyensúlyozott emberek végezik ezt az áldozatkész felemelő, és szinte semmihez sem hasonlítható munkát. Én kérem, hogy a szekcióüléseken aktívan vegyenek részt, vegyetek részt, és eredményes munkát kívánok mindenkinek, ezzel a konferenciát megnyitom.